Tarolnak az illegális gyógyszerek, egyre többen rendelnek orvosságot az internetről, vagy szerzik be azt a piacokon. Hogy ennek milyen veszélyei vannak, arról Tóth Frank gyógyszerész kérdezem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez a mihetetlen számokat olvastam, hogy 320 millió doboz gyógyszert fogyasztunk, mint magyarok, ebből 170 millió a vényköteles gyógyszer, a többi meg vagy innen-onnan ugye beszerezgetjük a dolgokat. Ez a 320 millió gyógyszer évente, ez soknak számít? Soknak számít. Valamelyik ugye az orvosok fölírják, valakit meg magyarok nagyon szeretnek öngyógyítani, illetve netezni. Mari néni mondja, javasolja, és akkor öngyógyítás. Tehát mi mondjuk európai szinten is ilyen gyógyszerkapkodók vagyunk, hogyha azonnal mondjuk fáj a fejünk, nem iszunk egy pohár vizet, hanem egyből beveszünk egy fájdalomcsillapítót. Szeretjük ezt használni, ugye hátul van a gyógyszer a sufniban, akkor kivesszük, megtaláltuk tavaly előtti, tehát ez jó lesz, és akkor bevesszük. Jó, beszéljünk egy picit azokról a gyógyszerekről, hogy egyre kevesebb vényköteles gyógyszert váltunk ki. Ennek az lehet az oka, hogy nincsen pénzünk, lusták vagyunk elmenni a háziorvoshoz, mert ha egyáltalán találunk háziorvos praxis, vagy nem, mert ugye vagy van, vagy nincs orvos. Tehát, hogy ennek mik ennek pszichológiai okai vannak, vagy inkább a pénztárcán? Ugye, mivel receptet kell írni, először a háziorvoshoz el kell menni, fölírja, megtalálja, az mondjuk az adekvát, hogy azért megtalálja. De időnk nincsen kivárni azt, ugye, hogy a vényeket kírják a mai rohanó világban, és ezt megpróbálják egy más úton, módon megoldani, megszerezni, illetve egyszerűbb, hogyha nincsen pénz, akkor valahol máshol megpróbálják ezt megvásárolni. Beszéljünk erről a valahol másholról. Igen. Hol van ez a valahol máshol? Például az interneten rendelt gyógyszereknek milyen veszélyei vannak? Ugye kezdjük a legelején. Lehet, hogy megrendeled az interneten, akkor nem is kapod meg. Tehát eleve már csak pénzutalás után intéződik ez a dolog, és meg sem érkezik. Utána amit megkapsz, az nem biztos, hogy az van benne, amire te gondolsz. Tehát ez bármiféle gyógyszerről beszélhetünk itt erről. Tehát, igen, de ki árulhat például gyógyszert az interneten? Én most felrakom három doboz fejfájás csillapítót, és eladhatom? Vagy ez hogy? Nem, tehát ugye különböző külföldi szervereken próbálkoznak ilyen módon árusítani. Magyarországon utána lehet nézni, az úgyi honlapján meg lehet nézni, hogy milyen patikák árulhatnak online-on gyógyszert. Ez egy hivatalos lista, bárki rámehet, megnézheti, melyik online kereskedés tartozik valamelyik patikához, és akkor ez így rendszeresen meg is érkezik, és az van benne. Tehát ez a hivatalos útja ennek. Van még talán ennél egy keményebb fokozat, a piacokon vásárolt gyógyszer, hogyha erről beszélnek. Igen, tehát láttunk. Mik ennek a veszélyei? Mi történhet vele? Hát ugye tűzenapon van nyáron, bármi módon, tehát bomlik maga a gyógyszer, hogy tárolt, milyen idős, tehát használtuk-e már, milyen fertőzésekkel útján, kapták, vagy árulják, amit megmaradt, azt eladják. Tehát valamilyen úton, módon ott próbálják ezt értékesíteni, hogy a kiadott pénz valamilyen úton, módon vissza is jöjjön, vagy mondjuk kukáztak éppen. Tudunk esetleg erre mondjuk konkrét példát mondani, hogy mi történhetett mondjuk, hogyha valaki egy piacon vásárol még egy lejárt szavatosságú gyógyszert, akkor mondjuk mit történik velünk? Tehát bármiféle beveszünk, akkor rosszul leszünk, tehát ugye bármilyen gyógyszernél akkor kivesszük a használt utasítást, és azokban ugye már eleve föl van írva rengeteg dolog. Na, ez meghatványozódik, pláne hogyha kereszt indikációkkal vannak, tehát hogy össze-vissza szedjük őket, akkor bármi történhet, egyénre szabottan is. A mai véleménykérdésünk egyébként az van, Mokka, hogy ön hol vásárol gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt, és ugye hát három lehetséges válaszunk, hogy a gyógyszertár, az internet vagy a piac. Mindjárt megnézzük, hogy hogy áll a szavazás ebben a pillanatban, hogyha meg tudjuk mutatni, bár nem tudom, hogy mennyire lesznek őszinték a nézők. Hát engem megmondom őszintén, nagyon megdöbbent az a szám, hogy 40%-ok az interneten már vásárolni. Ön szerint magas ez a szám, vagy egyébként az, hogyha online vásárolunk, azzal egyébként semmi probléma nincs, vagy nem lenne, hogyha... Hát, hogyha ez tényleg olyan körülmények vagy keretek. Hát most attól függ, hogy most mint a vényköteles gyógyszereknek a interneten való vásárlása, ugye ez... hát applikációktól függően, máshol is, meg Magyarországon is azért nem működik valamilyen úton, módon, hanem azokat vásároljuk, ami ugye ilyen, hát hogyan, potenciálnövelő szívgyógyszer, tehát ami úgy nem
nem engedélyezett. De tényleg valaki, lehet, hogy túl nagy vagyok, egy szívi gyógyszert mer vásárolni az interneten, megrendel, és akkor beveszem, és hát, ha majd jobb lesz? Hát, ha nem az, hogy jobb lesz, hát olcsóbb. Tehát itt ez a pénzügyi faktor, ez nagyon nagy. De ezt ki ellenőrzi azt a gyógyszert, amit én így megvásárolom? Hát egy szívgyógyszer nem kell sok, hogy nyilvánvalóan vényköteles. Hát az interneten hogyan lehet szívgyógyszert vásárolni? Hogyan lehet ez hozzájutni? Ki árulhat az interneten szívgyógyszert? Hát a különböző külföldi szervereken próbálják ezt árusítani, akár angolul, vagy lefordított magyar nyelven, és akkor ezt ki meg lehet vásárolni. Vagy megérkezik, vagy nem. Tehát ez most megint a próba szerencse alapján meg is kapják. Én azt gondolom, hogy fontos lenne a megelőzés. Ha már itt ülünk és beszélhetünk, akkor kérem mondjon két mondatot, hogy hol vásárolunk gyógyszert, és tényleg mire figyeljünk oda? Mindenképpen menjünk el patikába, szálljunk rá magunkkal azt az időt, amivel még tanácsot is kaphatunk a gyógyszerész kollégától, szakaszinsztensektől, és hogyha időnk nincsen, meg innen, akkor csak azokban az online kereskedőknél, amely patikához tartozik. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mindezt elmondtad.